Nemrég még így nézett ki a több mint 200 éves műemlékvédelem alatt álló épület Bonyhádon. Mára azonban újra teljes pompájában áll az egykori Percel kúria. Az enyészettől megmentett ikonikus épület felújítási munkálatai közel egy évig tartottak, a kivitelezés több mint 400 millió forintba került, amelyet részben állami támogatásból valósított meg a bonyhádi önkormányzat. Az 1780-as években épült maga a kastély, és ennek az átépítésére egyszer, egy komolyabb átépítésére az 1820-as években történt meg, és aztán azt követően nagyon sokáig semmi. Nagyon sokáig lánykollégiumként funkcionált, de több mint egy évtizede már erre a célra sem használta a tulajdonos önkormányzat. A bonyhádi városvezetés régóta tervezte már a kúria felújítását, de most jött egy olyan lehetőség, ami az anyagi hátteret is biztosította hozzá. 1,5 milliárd forintot nyert a város önkormányzata a sportpálya felújítására és egy új sportrekreációs központ létrehozására. Ez lett az egykori Percel kastély. A főépületben kialakítottak többek között egy nagy konferenciatermet, ami különböző rendezvények megtartására is alkalmas lesz, 3 vendégszobát és egy wellness részleget szaunával és jacuzzival. A területen lévő másik épületben 4 apartman kapott helyet, ami újabb 8 ember elszállásolását biztosíthatja majd. Megújult az a növényzet, ami itt található, közel 200 növényfaj volt eredetileg is a parkban. Ezeknek a nagyon nagy részét meg is őriztük, csak azok a fák és növényzet lett kivágva, amelyek elkorhadtak, elszáradtak, és már nem díszítették tovább a parkot. És a tájépítésznek a tervei alapján közel 1000 növény lett elültetve, ezeknek a nagyon nagy része különböző virágok és cserjék. A polgármester azt mondta, szeretnék méltóképpen átadni az elkészült területet a bonyhádiaknak. Azt reméli, hogy erre akár már március 15-én sor kerülhet.